A legfrissebb jelentések szerint a hétfői török-szír határvidéket sújtó földrengések halálos áldozatainak a száma meghaladta a 8700 főt. Törökországban 6234 fő, Szíriában pedig 2470 fő vesztette életét a katasztrófában, és a romok eltakarításával várhatóan tovább emelkedhet a szörnyű statisztika, számolt be a világgazdaság. A török katasztrófa szerint több mint 79 ezeren vesznek részt a mentésben, és több mint 37 ezer sérültet is azonosítottak. Az ország alelnöke Fuet Oktai elmondása szerint több mint 8000 főt mentette ki a romok alól, és mintegy 380 ezeren kormányzati menedék találtak szállást, míg mások bevásárló központokban, stadionokban, mecsetekben és közösségi házakban kerestek menedéket. Az országban 11.342 jelentés érkezett összomlott épületekről, amiből 5.775-öt megerősítettek. A The Guardian összefoglalója szerint az országban a mentési erőfeszítések ellenére Fokozódik a harag a hatóságok lassú és elégtelen fellépése miatt. A rúter szerint a mentőcsapatok helyszínre érkezését a megrongálódott utak, a kedvezőtlen időjárás és az erőforrások, valamint a nehéz gépek hiánya is akadályozta. Egyes területek áram és üzemanyag nélkül maradtak. Ugyanakkor a világ számos országa küldött segítséget a mentéshez. A török hatóságok szerint a földrengés mintegy 13,5 millió embert érinthetett egy csak nem 450 km kiterjedésű területen. Ukrajna legfelső tanácsa február 7-én kedden vaszil Malyukat nevezte ki az ukrán biztonsági szolgálat élére, értesült az Unión. A vonatkozó határozatra 324 képviselő szavazott. Jaroszláv Zseleznyák parlamenti képviselő szerint a szavazáson részt vett Ukrajna elnöke, alelnöke, miniszterelnöke, illetve a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára. Beszédében Zelenszkij felszólította a képviselőket, hogy szavazzanak Vasil Marjukra. Tekintettel erre az eredményre és a teljes körű háború próbájára úgy vélem, hogy Mayo kinevezése teljes mértékben indokolt, mondta az ukrán elnök. A belügyminisztérium új vezetői posztjára Ihor Klimenko kinevezését javasolta Ukrajna legfelső tanácsa. Az erről szóló határozatot az Ukrán legfelsőbb Tanács Rendészeti Bizottsága hozza meg, írta Olexi Honcserenkó képviselő Telegramon. A korábbi belügyminiszter Denis Monastirski január 18-án halt meg egy szörnyű helikopter-balesetben, után Denis Smihál miniszterelnök ideiglenesen Klimankút bízta meg a tisztséggel. A holland törvényhozás képviselőházának egy delegációja járt kedden Kijevben. A holland nos.nl beszámolója szerint a képviselőket Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, kabinetfőnök helyettese Ihor Sovka fogadta. Az ukrán tisztviselő megköszönt az eddigi támogatást, és azt kérte, hogy a jövőben is segítség őket, küldjenek még több fegyvert. Egyben arról is beszámolt, hogy Ukrajna milyen lépéseket tett azért, hogy az EU tagjává válhasson. Mint mondta, bíznak abban, hogy az év végén hivatalos tárgyalások kezdődhetnek erről. Újabb 32 millió forinttal támogatta egy magyar cég az Ökumenikus Segélyszervezet ukrajnai humanitárius segélyprogramját. Közölte a szervezet szerdán az MTI-vel. Azt írták, hogy élelmiszerből és higiéniás eszközökből álló szállítmányjal segítenek Harkivban és a környező településeken a Philip Morris Magyarország támogatásával. A 32 millió forint értékű Magyarországról küldött 39 raklapnyi segélyárut a háborútól szenvedő nők, gyermekek, idősek és fogyatékossággal élők között osztotta ki az Ökumenikus Segélyszervezet helyi partnerszervezete. A segélyszállítmány mintegy 3500 embernek nyújtott azonnali segítséget, közölték. A vállalat támogatásának részeként Kárpátalján élő háborús menekültek és menekülteket befogadó családok is segítséget kapnak. Összesen 69 tonna tüzelőanyagot osztanak ki az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai 230 család számára, háztartásonként 300 kg brikettet adományozva a téli hónapok átvészeléséhez tették hozzá. A Filip Morris Magyarország már több mint 160 millió forinttal támogatta a magyar humanitárius és segélyszervezetek, egészségügyi intézmények, önkormányzatok menekülteket és a háború áldozatait segítő munkáját Magyarországon és Kárpátalján egyaránt. A segélyszervezet eddig mintegy 220 ezer menekültnek segített összesen több mint 1450 tonna élelmiszerrel, higiéniás eszközökkel, gyógyszeradományjal továbbá, pszichoszociális tanácsadás és átmeneti szállás formájában. Krakó után Varsóban is bemutatták a Zsigmond Dezső által rendezett Sátánfatya című filmet, melynek közelmúltban készült el a lengyel fordítása. Az alkotás az 1944 novemberi kárpátaljai történésekkel kezdődik, és a 16 esztendős Tóth Eszter sorsán keresztül láttatja a Málenki robot, valamint az azzal járó szovjet megszállás borzalmait. Ez az első kárpátaljai színészekkel készített film a helyi magyarság legnagyobb tragédiájáról, mely a vidék kifosztásának és a magyar nemzeti kultúra eltörlési kísérletének állít emléket. A vetítésen a főszereplő Tarpai Viktória és Szűcs Nelli, Jászai Díjas színészek mellett részt vett Tilki Attila Magyarországgyűlési képviselő is, a lengyelországi filmbe mutató ötletgazdája. A politikus a sajtónak arról beszélt, hogy a lengyel-magyar barátság szempontjából minél több közös kulturális pontot kell keresni. Két helyszínen mutattuk be a filmet, Krakkóban és Varsóban. A Málenki Robot erőszakos eseményeit mutatja be a film Kárpátalján, és hát természetesen, vagy sajnos, a Bereg vármegyei térség is érintett volt az eseményekben egy kiváló műfordítás született a könyvről, és akkor jött az ötlet, hogy ezt a lengyel közösséggel is meg kell ismertetni. A lengyel-magyar barátság szempontjából is minél több kulturális közös pontot, közös nevezőt kell keresni. A Sátánfatya című film lengyelországi turnéjáról hamarosan hosszabb riporttal jelentkezik a TV21 Ungvár csapata.